Marikával borzasztó jó dolgozni, a mi barátságuk az több évtizedes. Nagyon szeretem a Zsókát, mert tényleg annyira jó humorú és kellemes személyiség, úgyhogy én szívesen vagyok vele a színpadon is, de privát is. Az ismert divák arról beszéltek a Városi Televízió kamerája előtt, hogy milyen a kettejük közötti együttműködés. A történet ott kezdődik, hogy Viola, akit Oswald Marika alakít, nyugdíjas otthonba vonul, szobáját azonban meg kell osztania egy furcsa és barátságtalan nőszeméllyel, a Photoshop által megformált Paulával. A nagy kérdés, hogy a két teljesen más természetű idős hölgy megtalálja-e a közös hangot. Ez nem egy szegény két hölgy, jobb módú két hölgy, akiknek az élete, mint a darabból kiderül, hát bizony súlyosan keresztezi egymást. Nem egy könnyű feladat volt ezt megtanulni, mert a pandémia alatt próbáltuk úgy, hogy Marikámnak volt két premierje közben, meg fellépései, de nagyon szeretjük, mert ezt nekünk írták. Tehát ez nem egy hozott darab, hanem egy megrendelt darab, ami helyek közel ránk van írva, ami hát főleg a Marika egyéniségére nagyon passzol. Oswald Marikát a közönség elsősorban operettenekesként ismeri és szereti. A Kossuth és Jászai Mari díjas művésznő kihívásnak érezte, hogy más szerepben is kipróbálhatja magát. Hola. Azért is örültem neki, mert ilyet még nem csináltam, és hogyha összeadom az operettszínházi összes szerepemet, akkor sincs ennyi rizsa benne. Úgyhogy érdekes volt számomra, hogy meg tudom-e csinálni. És hát hál' Istennek sikerült, mert amit akar az ember, az sikerül. Nem arra gondolok, hogy én most felelősséggel teljesen egy nagy prózai szerepnek teszek eleget, hanem én élvezem. És hogyha én élvezem, akkor vagy valószínűleg a közönség is élvezni fogja, bár azért az benne van a pakliba, hogy majd csodálkoznak, hogy mit csinálok, mert ugye se ének, se tánc, semmi ilyen nincsen, de hát majd ezzel is megbarátkoznak. Az Összezárva című darab időzítése remekül sikerült, hiszen a járványhelyzet miatt sokan hosszú ideig összezárva éltek családtagjaikkal. Ebből a helyzetből jó és rossz dolgok egyaránt fakadhattak. A keserédes komédia talán abban nyújthat segítséget, hogy a néző akár önmagára is ráismerve újra önfeledten tudjon nevetni úgy, mint régen.